Egy évvel ezelőtt jártunk Aranyos Apátiban, és Varga Péter polgármester azt mondta nekem úgy november, decemberben, hogy olyankor gyertek már, amikor jó idő van. Jó idő van, polgármester úr? Most igen, hála a jó Istennek, most igen. Kemény telünk volt, hosszú telünk volt, keveset tudtunk dolgozni, de most reméljük, hogy annál többet tudunk. Végigjöttünk a falun Vásárosnamény felül, az árkokban lefolyik a víz, tisztaság, rend van, ez csak most van így, vagy már előre is felkészültünk, mert menet közben megoldottunk mindent. Mi minden nap azon munkálkodunk, hogy a faluban rend legyen, tisztaság legyen. Nem mindegy, hogy a hozzánk betérők mit látnak, mit vesznek észre, és hogyha a közmunkásoknak más munkájuk nincs, csak az lenne, hogy a falut rendbe kell tartani, akkor mi ennek az elvárásnak igyekszünk maradéktalanul megfelelni. Ami az elmúlt évet illeti, voltak elképzelések beruházásra, felújításra vonatkozóan, mit sikerült megvalósítani? Hát amit elterveztünk, szinte mindent. Nem sokat terveztünk be, megmondom őszintén, mert a kevés a fóka, hogy mondjak, sok az eszkimó, kevés a fóka. Ezért csak annyit vállaltunk be, amit biztonsággal meg tudtunk csinálni jelesül. Tovább folytattuk az útépítési programot, építettünk 500 méter, másfél méter széles járdát az Árpád út végétől a állomásig, hogy ne kelljen sárba járni a gyalogosoknak, és folytatjuk tovább, reményünk szerint, már akár 2 hét múlva az útépítési programot halkan jegyzem meg, ha már szóba hozta a szerkesztő úr, hogy ma döntenek arról Nyíregyházán, hogy a megyének rendelkezésre álló 4 milliárd forintos fejlesztési kereteket kik kapják meg. Erre mi is pályáztunk, még van 3 belterületi utunk, amit rendbe szeretnénk tenni, még a választásokig, nem a választási kampányból kifolyólag, hanem a falu érdekében. És hogyha minden sikerül, akkor egy 57 milliárdos útépítési programmal zárul ebbe az évbe a 2002-ben megfogalmazott komplett útépítési felújítás. Logikus, hogy itt ugye nem az április 9-i választásra utalt Varga Péter polgármester úr, hanem arra, hogy őszi választásra. Pontosan így van. Tehát erre gondoltam, és hogyha ezt meg tudjuk csinálni, akkor elmondhatjuk, hogy a 2002-ben vállalt programot helye közel teljesíteni tudjuk. Igen, hát a modern technika az nem hagy nekünk békét, ez azt jelenti, hogy ilyenkor általában jó híreket kap az ember, tehát van még olyan pályázat, van még olyan lehetőség, ami a községet érintheti pozitívan? Most már nincsen, még amire számítunk majd a bizonyos önhík is pályázat, az még későbbi időszak. Van más elképzelésünk, de erről most nem akarok beszélni, mert ez egyfajta tabu a legtöbb önkormányzat esetében, de nem titok ez. Van egy bizonyos kerete a dr. Lampert Monika belügyminiszterasszonynak, amit a bajban lévők kapnak meg. Innen várunk még segítséget, valamint abban reménykedünk, hogy a bevételeink ebben az évben gyarapodni fognak. Ami a bajt illeti, mi jártunk tán 2 évvel ezelőtt lenne a Tiszánál, ott a lejárónál, akkor nagyon magasan volt a víz, és némi veszélyt is jelentett. Most van árvízveszély, belvízveszély? Hát úgy tűnik, hogy most még nincs, de a Tisza vízszintje emelkedik folyamatosan, tegnap óta is 1 métert áradt. Én semmit sem tartok jobban, mint egy árvízi felkészüléstől, nem azért, mert ijedős ember vagyok, hanem azért, mert nagy felelősséggel jár, egy teljes falut kell megmenteni, én még ezt nem próbáltam, remélem, hogy nem kerül rá sor, de hogyha oda kerül a sor, akkor a falu apraja nagyja, mindenki azon lesz, hogy a lakosság biztonságát szavatoljuk. Vissza a belügyminisztérium támogatáshoz. Én emlékszem, évekkel ezelőtt akkor azért hadakozott polgármester úr, hogy kapjunk szemetes kukát, meg oldódjon meg a szemét. Most is valami szemétülegről van szó? Nem, teljesen más jellegű. Teljesen más jellegű. A működést segítő központi támogatás, amit eddig sikerrel pályáztunk minden évben, de azért nem akarom megkiabálni, mert mindig a napot nyugtával kell dicsérni. Nekünk minden jó. Azt szoktam mondani, nem én találtam ki, aki a kicsit nem becsülő, nagyot nem érdemli. Minden apró pénz nekünk nagy segítség, mert az elvárások nagyok, fejlődik el, és ha jön egy olyan támogatás, amiért különösebben nem kell megizzadni, hiszen a adatok, a falu helyzete indokolja, akkor ezek a támogatások jó helyre kerülnek, úgy gondolom, mi pedig jó helyre próbáljuk majd felhasználni. A költségvetés számai 2005-ben hogy alakultak, illetve mennyi lett 2006-ban? Mint minden önkormányzatnál mi is forráshiánnyal küzdködünk, megközelíti a 40 millió forintot, tehát magyarán a kiadásaink többek, mint a bevételeink. Úgy gondoljuk, hogy a helyi adóbevételek növelésével, illetve
a különböző állami források igénybevételével évvégére sikerül nullszadósá tenni ezt a mostani állapotot, de nem csak mi vagyunk így valamennyi önkormányzat. Talán még annyiból jobb a helyzetünk, hogy a falu nagyságához mértem, arányaiban nincs annyi forrás hiányunk, mint mondjuk egy tőlünk jóval kisebb faluba. Nevet nem mondok, de tudom, hogy másutt is ilyen gondok vannak. Az állam sok munkát adó ránk, rengeteg a feladat, és a normatív támogatások azért nem olyan mértékben növekednek, mint amennyire növekednek az általunk elvégzett feladatok. Nem vagyunk 2000, legalábbis, ahogy én legutóbb emlékszem, nem volt 2000 lakosa Aranyosapátinak, és ez mindig a kettő... Több volt. Több volt? Mindig is több. Ja, akkor ez volt a baj. Mindig is több volt. Tehát, amire emlékszik szerkesztő úr, 2003-ban azért nem kaptunk állambácsitól ingyen szemetes kukát, mert 164-jel többen voltunk, mint 2000-en. Így van. Tehát most pillanatnyilag 2164 lelkes Aranyosapáti. A Beregi kistérségben a harmadik legjelentősebb település, Tarpa előz meg minket szávlakossal, és ugye hát a közelközpont székhelye Vásáros Nomé. Ami a beruházásokat illeti, nagyon örültünk, hogy épült egy új iskola. Rendbe tették az óvodát, az óvoda udvarát, buszvárók kerültek a településre, megújultak az utak. Mi van még, amit meg kellene csinálni? Még kettő komoly dologba gondolkodunk. Attól függetlenül, lehet, hogy szerkesztő úr megkérdezte volna, lehet, hogy nem, hogy mi lesz októberben. Továbbra is az a vágyam, és azt szeretném, hogyha felépülne a már korábban emlegetett közösségi ház, egy több funkciós épület együttes a falu földrajzi közepén, amiben helyet kapna a polgármesteri hivatal, házasságkötőterem, könyvtár, teleház, minden olyan létesítmény, ami a falu fejlődését, mindennapi életét könnyíti meg. Túl azon, hogy egy bokorba lenne az orvosi rendelő, a védőnői szolgálat, az iskola, a posta, az óvoda, a hivatal, tehát minden közintézmény, csak a gyógyszertár maradna ezen a település részen. Egyrészt a lakosságnak könnyebb lenne, nem kellene 2 kilométereket gyalogolni egy-egy elintézéséhez, azon kívül pedig komoly igényt elégíteni kell. Ebben a faluban elég sok fiatal van, 303 gyermekünk jár az iskolába, 90 óvodás gyermekünk van, és azért a végzős diplomások közül is néhányan itt akarnak maradni, tehát amit mondtam, erre a dologra szükség van. Nagyon nagy munka lesz majd a 2010-re bezárva van szerintem a szennyvíz program megvalósítása. Bizonyára tud róla, hogy uniós előírás az, hogy 2013-ban minden 2000 főnél népesebb településen meg kell valósulni. Ha ez a kettő bejön, és én azt gondolom, hogy ha 2007-től megnyílnak az uniós források, mindenki erről beszél, akkor ezt a programot támogatni fogják, és akkor sikerül 2010 évvégére teljesen komfortossá, majdhogy nem kimondtam, összkomfortossá tenni Aranyosapátit. Vissza szennyvízre, nem hiszem, hogy Molnár Lajos egy tisztító művére, Namény fogadná be, vagy pedig megoldódna Aranyosapátinak egyedül? Nem, hanem a tervek szerint a megyei fejlesztési ügynökség pályázatot nyújt be, hogy hová még nem tudjuk, mert a forrás pillanatnyilag hiányzik. A megyében 9 településen létesülne szennyvízkezelő mű, ebből egy Aranyosapátiba épülne fel. Már a helye is megvan, hogy hova fog kerülni. Ide kerülne az itteni folyékony hulladék és nyírlövő és lövőpetré pedig áthordaná. Ez egy megyei szinten 3 milliárdos beruházás, aminek a forrása még nincsen meg. Ez azért érdekes dolog, és jó, hogy megkérdeztem szerkesztő úr, mert így azért gondolom, hogy meg tudom nyugtatni a lakosság tévét néző részét is, hogy a nem lustaságból és mások miatt nem kezdtünk hozzá, hanem azért, mert nekünk nem mindegy, hogyha a szennyvíz kezelő mű állami forrásból valósul meg, az nyilvánvalóan csökkenti a település egyébként szennyvíz programját. Nem mindegy, mondok egy számot, hogy 400 millió forintba kerül, vagy 230-ban, de abból 170 milliós mű, az egy más forrásból valósulna meg. Mert a lakosságnak nyilvánvalóan hozzá kell járulni, de nem mindegy, maga is tudja, hogy
nem mindegy, hogy 40 ezer forinttal kell háztartásonként, vagy a duplájával, ismerve az, hogy a faluban rengeteg idős ember él, kis nyugdíjasok, nem kevés a roma lakosság száma, tehát ezeket meg kell fontolni. Én azt mondtam, inkább csúszom a program 2 évet, de tudjam azt, hogy ha pályázunk, akkor nem lesz irreálisan magas igény a lakosságtól elvárható támogatás, mert másképp nem tudjuk megvalósítani. Marga Péter polgármester, pár perc előtt azt mondja, a két községből meg áthordjuk. Áthordják ők. Nem vezetéken? Nem. Nem, mert szakértők kimutatták, hogy egy 600 lelkes településen nem szabad gerincvezetéket lefektetni. Egyszerűbb, gyorsabb és könnyebb a hagyományos szippantóval történő elszállítás. Ez a fennyvíz telep, ami itt létesülne, mondjuk a távolság nem nagy, mert pár kilométer, 3-4 kilométer, és aranysapáti lenne az úgynevezett befogadó állomás ennek a folyékony hulladéknak. Ha már modern dolgok szóba kerülnek, kábeltelevíziója lesz-e aranysapáti lakóinak? Ez egy jó kérdés. 2 éve tervezzük, illetve már másfél éve bement egy pályázat a Belegi kistérségből, kábel tévéhez kapcsolódó széles sávú internetre kapcsolódási lehetőséggel, valahol a dolog megfenek lett. És ez azért kellemetlen, mert minket annak idején arra biztosított mindenki, hogy a Belegi kistérség, a 27 település, ne járjon külön utakat, együtt pályázzunk el a dologra. Ezt meghirdette a minisztérium, annak rendje módja szerint minden elkészült. Igen, ám a Belegi térségből, Tiszaadony, meg néhányan külön pályáztak, és nyertek. Mi pedig nem tudunk semmit, nem tudjuk, hogy hogy áll a dolog. Áll a buli, most így mondta zsargomba, a lakosság részéről egyre nagyobb az igény a kábel tévére. Voltak itt próbálkozások, mi azt vallottuk, ebből indultunk ki, a 27 belegi polgármester, hogy egységben az erő, együtt kéne valamit tennünk, de áll az ügy. Úgy gondolom, hogy már a választásokig ebből semmi nem fog megvalósulni, hogy aztán később mi történik, meg bízzuk a mindenhatóra. Mi úgy volt, hogy tegnap jövünk, ma csütörtök van, és a polgármester azt mondta, hogy nem tudja, hogy a tört ülése meddig fog elhúzódni, ezért úgy jöjjünk már, hogy ne zavarjuk a két eseményt, illetve hát ha valami újdonságot tud nekünk mondani, azért ültek ott tegnap egy fél napot, valami haszna. Gyakorlatilag, ami a legértekesebb a dologban, hogy előkészítő stádiumban van a Vásárosnámi Záhony közötti gyorsforgalmi autóút tervezése, és ha minden igaz, 2010 magasságában kétszer-két sávú gyorsforgalmi út kötne össze Vásárosnámi Záhonnyal. Ettől többet nem tudunk, amit tudunk, hogy a érintett polgármesternek szinte valamennyien ott voltunk, velünk kezdődően, aztán Záhonnyal bezáróan, uniós támogatást kap hozzá a megye. És ez a új út, ez szervesen kapcsolódik a majdnem felépítendő M3-os folytatásához, illetve hát a Barabási meg a Záhonnyi elágazáshoz. Reméljük, hogy meg fog valósulni. Aranyosapátinak konkrétan ez mit jelent? Itt menne valahol a határba? Igen, gyakorlatilag a tőlünk nyugatra eső részen lenne a nyomvonal, a falut nem érinti közvetlenül, de hát a rácsatlakozás az egy pár száz méter. Tehát nem ez a régi út maradna, igen, meg, hanem egy teljesen új nyomvonalon. Mindenütt, ahol utat építenek, meg ahol autópályát, köztudomásul, hogy várható egyfajta gazdasági fellendülés. Igen. És ennek örülünk mi is, és azt gondolom, hogy ebből valamilyen hasznot mi is ki tudunk majd csikarni magunknak. És várhatóan, hiszen ez földterületeket érint, azoknak a gazdáit érinti, itt tisztességes kisajátítással lehet számolni. Eddig még mindig így történt. Én még senkitől sem hallottam, hogy voltak viták, hogy ahol ment az autópálya, ha nem előbb, akkor utóbb, de sikerült megegyezni a földtulajdonosokkal. Szerintem kettős előnye van, egyrészt jól járnak a tulajdonosok, másrészt meg a jövő szempontjából nem mindegy, hogy egy-egy adott település, vagy egy komolyabb régióközpontot hogyan lehet elérni. A tőke akkor jön, ha van hova menni, és van min utazni, ahhoz pedig fejlett úthálózat kell. Jövő szempontjából az előbb beszéltünk arról, hogy a polgármesteri hivatal, meg az egész közintézmény egy új központi épületbe kerülhetne.
ha ez megvalósulna, ahhoz mennyi pénz kéne, és mi lenne ezzel a régi épülettel? A tervek már 2 éve készen vannak, ha semmi nem változna, pillanatnyilag 97 millió forintról szól ez a beruházás. Ehhez elvileg lehetne forrást keríteni, nem tudjuk még, hogy az uniós pénzek fognak-e tartalmazni ilyen jellegű felhasználási lehetőséget. Ezzel az épülettel vagy a KHT költözne ide az én elképzeléseim szerint, vagy pedig megpróbálnak, ha lenne rá igény, ilyen bentlakásos öregek otthonát kialakítani, vagy ilyen nappali otthont, mert működnek ilyenek. Pillanatnyilag ez még nem holnap után fog megtörténni, valami történne ez az épülettel. Annak idején költöttünk rám néhány milliót ezelőtt vagy 5 évvel, de azt tudni kell, hogy ez egy több mint 100 éve épült vályogépület, tehát igazándiból nem a jövőnek szól, de nem áll üresen, mert valamit kitalálnak a helyén. És vissza még egyszer az építendő objektumra, azt csak önrészsel lehetne megcsinálni, és erre mondjuk az önkormányzat az ezévi költségvetésekben a tartalékol is, vagy vennénk fel hitelt? Hitelt nem óhajtunk felvenni, vettünk fel 2 évvel ezelőtt az iskola bővítéséhez, kénytelenek voltunk hitelt felvenni, mert túl azon, hogy jelentős állami támogatást kaptunk hozzá a megyétől, volt egy komoly ígérvényünk az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzattól. Rengeteget jártam, lobbiztam, mindenkivel, aki számít, ezügyben mindenkivel tárgyaltunk. Kolompár Orbánnál 2-szer voltam személyesen, Teleki Roma ügyi államtitkárnál 3-szor. Az ígéretből nem lett semmi. Mi arra számoltunk, hogy az általunk ide nyújtott támogatásból hitelmentesen tudjuk felépíteni ezt a 5 új tantermet. Nem adták a támogatást, ezért kénytelenek voltunk hitelt felvenni, azóta törlesztük havonta, tehát semmiféle nagy gondot nekünk ez nem jelent, de nem akarunk még egyet felvenni. Ha addig pályázunk, amíg annyi állami támogatást nem kapunk, hogy a minimálisan kötelező 10% saját erőtől ne legyen több a mi hozzájárulásunk, mert egyébként nem tudjuk megcsinálni. Sokat várok ez ügybe az uniós támogatásoktól. Megmondom őszintén. Már egyszer szóba került október, mivel mi nem valószínű, hogy találkozunk már addig, mert egy évenként szoktunk visszajárni. Megvan a szándék Varga Péter polgármester úrban abban, hogy találkozunk mi jövő ilyenkor is? Jó, megkérdezte. Nehéz kérdés. Nem akarok előre semmit mondani, de nyílt titok. Most már kimondom, a tévénézők is hát tudjanak róla. Az utóbbi másfél évben teljesen bombáznak engem a lakóhelyemen, vásárosnaményban. Rengeteg ember megkeres naponta, hogy előtessem magam. Én naményban mit keresek? Én aranyos apátiban, hiszen én naményi fiú vagyok. Igen, ám. De még odébb van. Kár lenne tagadni, és nem is tagadom le soha, senki előtt, hogy az itt eltöltött 6 év, bizonyos fajta erkölcsi és érzelmi kötődést nyomott belém, aranyos apáti irányába. Ezt soha nem vitatnám el, rengeteg munkát fektettem ebbe a faluba, jó lenne befejezetté nyilvánítani 2010-ben, hogyha úgy akarják az istenek is, meg a magyarországi bejegyzett pártok, 4 év múlva elérem a nyugdíjkorhatárt, és emeltfővel tisztességesen emeltek nyugdíjba. Itt még sok tennivaló van, ugyanakkor azt sem tagadhatom, hogy a tőzsgyökeres naményi lévén, én 56 éves vagyok, és én 2 napos koromtól naményi lakos vagyok, naményhöz is kötődök, érzelmileg, meg minden tekintetben, mindig hű voltam hozzá, a katonaságot leszámítva az egész életem naményhoz kötődik, ezért nagy a kísértés. Hogy mit csináljunk. Melyik lenne a jobb? Sokan mondhatják azt, és ez már nem tartozna igazán a közvéleményre, hogy lehet egy biztos helyet feladni a bizonytalan. De mi a biztos, ami elmúlt? Tehát mindennek eljön a maga ideje, lehet, hogy itt találkozunk jövő ilyenkor szerkesztő úrral, lehet, hogy nem. Nem akarok senkibe se kételyeket ébreszteni, még kevésbé könnyelmű kijelentést tenni. Nem eldöntött a dolog. A faluba én azt gondolom, egyszer ezt meg is írt a szerkesztő úr, hogy befogadtak engem. Kevesen lennének azok, akik tapsolnának örömükbe, hogyha elmennék. Ezt kimerem jelenteni szerintem. Az ember érzi. Ugyanakkor
Na, mégis csábítana, hiszem. Tudom, hogy sok tennivaló van. Tudom, hogy mit kellene tenni, meg otthon lennék, és nem a távolság, meg nem a munkabér közötti különbözet az, ami itt számottevő és mértékadó, hanem az, hogy nem akarom cserbe hagyni Aranyos Apátit, de azért jó lenne úgy visszavonulni, hogy tettem valamit Naményér utolsó 4 évenben. Na most ezek után nagyon nehéz a döntés, nem kapkodjuk el, türelmesen várunk, és majd kiderül. Ezt nem a kampánynak szántam, Isten látja a lelkemet, de ez az igazság, mert tudom, hogy szerkesztő úr megkérdezte volna ezt tőlem, hogy meg se beszéltük, tehát így áll a dolog, és aztán majd kiderül. Egyet szeretnék, hogy akárhogy történik, a bevállalt munkáimat csináljam végig. Pillanatnyilag csak az érdekel, hogy ma nyerjünk, mondok egy számot magának, 50 millió forintot, de ha 46 lesz, az is jó, és akkor még a hátralévő időben ezeket a programokat csináljuk meg, és készüljünk fel a következő 4 év tennivalóira. Így legyen. Aranyos Apátiban az önkormányzat erejéből futja arra, hogy segítsen az idős embereknek. Tóth Timeát éppen itt találtuk. Hol tetszik most, kinél? Hát most éppen itt vagyok Mariska néninél, segítek neki a házi munkákban, ablakot pucolni, hát ilyen házi munkák, szőnyeget porszívozni, hát ilyenek. Kapin János itt élte le az életét a községben, hogy van ez, tetszik szólni az önkormányzatban, jöjjön segíteni a kislány? Ide tessék, ugye nem kell szólni, mert elő voltam jegyezve, így jönnek. Most ilyenkor húsvét előtt történik, vagy bármikor? Bármikor. Egyébként az ebédet is úgy tetszik kérni? Nem rendelek ebédet. Mert még főz egyedül, amíg. Főzök. Egyedül ellátom még magam. Na most abban, hogyha valamit vásárolni kell, Timi esetleg azt is vásárol? Persze, hát miért ne? Rendben, tehát akkor eltetszik. Küldeni vegyen ezt az. Így van. 8 osztály után a munkahelyi központ segítségével sikerült helyet kapnia. Mióta tetszik dolgozni? Április 15-től kezdtem meg a munkámat. Nagyon február 15-től? Igen, február. Mert április lesz. Bocsánat. Igen? Február 15-től kezdtem meg, és nagyon szeretem ezt a munkát. Csak Mariska néni van, vagy vannak mások? Nem, már vannak más gondozottjaim is. Vannak. Igen? És akik sokan igényt tartanak rá. Kikhez tetszik elni? Hát itt a faluban 4. Gálné, Szűcsné, Anna néni, Dobos Mariska néni, akik igénybe vették ezt a házat. Tetszett ismerni például korábban is Kapinnét, vagy csak most, hogy így hozta az élet? Hát most, hogy így hozta az élet. De gondolom, a családot tetszett ismerni. Ő is, mert ő engem csak nem voltunk összeköttetésben. Tudja, ő is itt született, én is itt születtem, és így. Hogy tetszik védekezni? Jó dolog ez, hogy azért az önkormányzat meg a munkahelyi központ segít? Persze, hogy jó. Hát hogy ne lenne jó, ide tessék, hogy lenne. Hát például itt vagyok, én egy nyomorult nő vagyok. Hát hogy tetszene már nyomorult lenni? Igen, én protézisben vagyok. Mind a két lábam protézisben van. Én örülök neki, ha nekem csak egy bármit megcsinálnak. De látom, már ki van terítve szőnyeg, most pucolják az ablakot is? Már megpucoltam. Tehát szorgalmasan hány órára jön? Jön rendesen. Tehát mikor megbeszéljük, hogy mikor jön, akkor jön. Nincs semmi kifogás ellene. Mert egyébként így is kell csinálni. Persze. A munkahelyi központon megkapják a minimálbért, úgy tudom, az önkormányzat vállalta a közterheket. Hányan tetszenek így ilyen tevékenységet kifejteni? Hogy tudja Timi? Más is van? Persze, hát jelenleg 3-an vagyunk szociális gondozóápoló, és még lehet, hogy igényt fognak többre tartani, mert sokan igénybe szeretnék venni ezt a házi segítségnyújtást. El szabad árulni, Timi, hány éves? Igen. 19 éves. És nincs terve, mert 8 osztálya megvan, meg ez a tanfolyam, hogy esetleg valahogy tovább tanulni? Hát lenne, tovább mennénk. Nincs még férnél? Nincs, nem vagyok férnél. Hát akkor még itt a lehetőség, és akkor gondolom, hogy Kapinné is ösztökélő tanuljon. Meg kell fogni az alkalmat neki. Így van, ez egy jó lehetőség. Hát én jó munkát kívánok, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Lakatos Vincénét egy percre megállítottuk. Hol tetszettek kezdeni a mai nap? A buszmegállóknál és körbe a parkokat tisztítani, úgyhogy elsőt perctől itt a KHT-tú kezdjük. Most ez azt jelenti, hogy minden nap ezen az úton? Igen, Aranyos és Apáti közt, ahol buszmegállók vannak mindenütt. A kolléganőjét most szólították el. Hányan vannak, akik így részt vesznek a munkában? Reggel hányan indulnak? Ketten vagyunk, 2 nő személy vagyunk, és a többieket meccés,
szemétszedés, minden, úgyhogy a két nőnek a park és a buszmegállók a... Március végén beszélgetünk, mikor tetszettek kezdeni? Mióta van kegyednek ilyen munkaviszonya? Március 1-től. És mennyi időre? 4 hónapra. Ez 8 órás, tehát a teljes minimálbér? Nem, 6 órás. De akkor reggel 8-tól délután 2-ig? És igen, a... igen, igen. 6-tól 2-ig. Jó, hogy van ez a lehetőség? Nagyon jó. Polgármesterünk nagyon jó. Munkát adott a kezünkbe. Nagyon-nagyon anyagi helyzetbe élünk, és ő ajánlt bennünket, hogy ezek jó dolgoznak, felvett bennünket, nagyon rendes tülle. Lakatos Miklós Orhidmány, hogy a 3. helyen látjuk a településen, a munkásokkal együtt különböző helyeken dolgoznak? Igen. Hát vannak közmunkásaink, vannak szociális munkásaink, és ezekre vagyok a... Szám szerint mennyien? Hát most 13-15-en vagyunk. Az előbb a... Első éve jönnek be még 10. Tehát ez a létszám még növekszik? Igen, növekszik, és első éve jönnek be 10. Most itt ennek a parknak nem tudok a táblákból kiigazodni, tehát ez templomkert, vagy hogy nem megetik Aranyosapátiban? Ez a József Attila utca. Tehát ennek a szöglete. Már telepítettek ki új növényeket is, vagy csak a régeket kipucolni? A régeket takarítsuk most kifele, de terve van az, hogy tavasszal fogunk tenni virágokat, mert az szebb és jobbá teszi a falut. Mi egy évvel ezelőtt még akkor találkoztunk önökkel, amikor jeget vertek az útról. Elmúlt télen volt ilyen jellegű tennivaló? Ó, rengeteg. Hát rengeteg hó is esett, azt a takarították a munkások. A siktalanítás volt, és hát homokot hordtunk, szórtuk az utakat, hogy jobban tudják. Egy univerzális brigád, azt csinálnak, amit... Közlekedni az autók, meg csak több minden. Most önök a KHT alkalmazottjai is részben, földterület is volt, én úgy emlékszem, meg gyümölcsös. Igen, van 6 hektár almánk van, és van 2 hektár vegy, és van 2 hektár közméte. Megmetszették már? A folyamatban van az alma, és a közméte is, és a medgyes is, igen. Milyen az a talaja, mert itt, ahogy jöttünk az úton, egy sok helyen láttunk azért vizet, tehát rá lehetett menni a földre, lehet metszeni? Az almára, igen, de sajnos a közméte úgy áll, hogy nagyon gyengén kifog, fele szárad lehet. És ilyenkor mi a módi cseréljük, és új közmétét ültetünk, vagy más gyümölcsfajta? Abba, amit a talaj elbír, és nem, ami szereti a vizet is, olyat fogunk majd beleültetni. Ön tagja a képviselőtestületnek is, amikor szóba kerül a közhasznú foglalkoztatására, mert van, amihez bizonyos pénzzel hozzá kell járulni, nem mindent a munkahelyi központ. Mi a testület vélekedése? Azt mondják, hogy kell ez? Nagyon kell, mert hát a fal, tudni kell azt, hogy a falu lakossága 45% a cigánság, és sajnos ők közülük van az, akinek munkahelye nincsen. És legalább ennyire tudjuk hozzájárulni, hogy a romaságot tudjuk foglalkoztatni. Én évek óta járok Apátiba, és önnel mindig találkozom. Hogy sikerül, hogy a saját fajtája elfogadja, már ne haragudjon? Mert ez úgy látom, rendet tart közöttük, hallgatnak a szóra. Hát azt tudni kell, hogy romoságban vannak sajnos az iskolázatlanok, és őket nem veszik fel sajnos több helyre, csak ilyen munkákat tudunk nekik adni. De azt el lehet érni, hogy a 6 óra, az 6 órányi idő legyen, a 8 órás munka. Így van, és helyet állnak. Most rendben lesz a park, innen hová mennek tovább? Innen megyünk metszeni. Metszés is. És ilyenkor az önkormányzat ad mindenkinek felszerelést, mert itt van, nézem a szerszámot. Fűrész van, és akkor tudnak menni, és akkor csinálják. De oda kell figyelni. Hát persze, természetesen. Ők meddig lesznek? 3 hónap, 6 hónap? Hát vannak közülök 3 hónaposok, vannak közülök 4 hónapos, és akik most bejönnek 10 ember esélyével, azok 10 hónapot lesznek. És akkor, amikor a cigány kisebbségi önkormányzat helyettes vezetőjeként ön azt mondja, hogy Józsi, te nem kell lesz, mert lom vagy, akkor azt Józsi elfogadja? Ez minden bejövetelni, mert mikor válogassuk ki fel a romaság közül, hogy hát ez meg van válogatva, persze, hát egyértelműen nem jött be. Aki tehát, nem, ha valaki rosszul nem dolgozik, nem jön. Nem fogadja el mi nekünk a szavunkat, az egyértelműen nem jön be, hát persze. Aranyosapáti általános iskolájában művészeti alapoktatás is történik. Kit látunk most itt? A báb csoportot. Művészeti oktatáson belül szín- és bábművészet tagozatra járnak, nem minden gyerek van itt. 2 éve foglalkozunk bábozással, minden évben a báb találkozón részt szoktunk venni. Az eddig előadott darabok a segíts. Most készülünk a mese a csodapásztorról, előadtuk már a segítsetek. Mindjárt gyereket, miket adtatok már elő? Ők is meglepődtek nagyon, de talán megnézzük a figurákat. Arra kérek majd mindenkit, most a neved mondod, és annak a bábfigurának a nevét, ami a kezeden van, és azt felemeled. Tehén.
És téged úgy hívnak, hogy? Katona Alex. Mutasd a tehén arcát a kamerának. Igen? Kazsuk Katalin tehén. Neked is egy tehened van? Kismadár Horváth Nóra. Horváth Nóri egy kismadár. Emeld fel te is a magadé. Szűcs Viktória Kakas. A hátsó fiatalembert megemeljük oda. Jó Máté, Róka. Hát egy rókát. A kislány álljon már arrébb, mert nem fog látszani. Tóth Vivien tehén. A török és a tehenek. Tehát ez a török és a tehenekből van, mondja a kolléganő. A maguk, a bábfigurák hogy készültek? Van saját készítésű bábunk, meg vásárolt bábok. Van rá keret? Megteremtjük. Hol mutatkoznak be? Az óvodásoknak szoktuk, meg társtanulótársaiknak, és Nyíregyen a báb találkozón szoktunk. Pedagógiai intézet szervezésében történik minden év májusában. Logikus, hogy az ember a sikerért dolgozik. Meg a magunk szórakoztatására, igen, örömére. Szeretnek bábozni. Volt már olyan, hogy mit tudom én, dobogós helyezés? Nem. Tehát el kell kezdeni. Nem vagyok végzett bábos, ez csak, igen, a saját szórakoztatásunkra. Ők hanyadikosok? Másodikosok. És elsőben elkezdhették, vagy csak most másodikban? Előképzőjük volt, és most alapfok másodikosok. Már a bábból másodikosok? Igen, igen. És általános iskolában? Negyedik osztályosak. Hogy tűnik? Végig lehet velük nyolcadikig foglalkozni, vagy már a nagyobb gyereknek elmegy a kedve? Nem, szerintem végig lehet velük. Nem csak bábozni szoktunk, hanem színdarabokat is tanulunk. Most még én ott járok, hagyományos paraván van, és a paraván mögött adjuk el a figurát. Hagyományos paraván van, igen, a paraván festés is itt készül, a képzőművészet szokott segíteni ebben, ők festik meg a díszleteket a paravánra. Ez általában vászonra, hogy könnyen lesen szállni. A lepedőre, igen, temperával. Mikor van mód arra, hogy próbáljanak velük, betanuljanak új darabot? Héten kétszer van foglalkozás, és a bába órákon ezt szoktuk. Tehát tanrendben is szerepel bábóra? Tanrendben is szerepel, igen, bábjáték, igen. Most olyankor nem csak az, hogy mozgassam a bábot, hanem bábkészítés és egyéb is? Igen, bábkészítés, mivel varógépünk nincs, azt kiszabásba szoktak csak segíteni, és szülők szokták a bábokat összevarni. Inkább síkbábokat készítünk, vagy termésbábokat, tehát ezeket a új bábokat, a szemfelvarásokat, ilyesmit meg tudnak oldani a gyerekek. Vagy és igazgatózás katonásnő, hogy véli például az, hogy szerepelnek az a egyéb megnyilatkozásukra, más tantárgyi eredményekre kihat? Kollégáim visszajelzéséből arra gondolok, hogy igen, nagyon jó módja van a tanórákon való szereplésnek, és szerintem sokkal szabatosabban tudnak beszélni, egyes helyzetekben jobban feltalálják magukat. Mennyire kell ösztönözni, hogy valaki vállalja a bábozást? Tehát azt akarom mondani, hogy emlékszem, hangszeres oktatásnál mindenki zongorás akart lenni, fújni senki nem akar, például rezest. Itt, mint tudom, a tánc az elviszi az embereket, vagy szeretik a bábot? Nem, nekem lemaradó gyerekem kettő van a csoportban, az is szerintem külső okok miatt. Önként vállalták a gyerekek, nem kellett nagyon nogatni őket. Szerencsés helyzetben voltam, mert első osztályban osztályfőnökük voltam, és... Sikerült elhinteni a szeretetet. Igen, magam mellett tartani őket. Március végén beszélgetünk, legközelebbi bemutatkozás? Májusban lesz, most jelentkeztünk a báb találkozóra. Melyik darabban? A mese a csodapásztorról. Ennyi a résztvevő? Nem, résztvevők vannak még más osztályból való gyerekek is, 10-12 gyerek. Nem vagyok otthon bábban. Mennyi az a figura, amit egyszerre paraván előtt, mögött mozgatni lehet? Tehát magyarul a 10 gyerek egyszerre színen van? Nincs egyszerre színen a 10 gyerek. Ezek között lesz olyan, aki csak a díszleteket fogja tartani, igen, de úgy 6-7 gyerek jó bent a paravánban. Nyírmadára készülünk még, az is áprilisban. Természetesen itt nem számít az, hogy kikinek a gyereke, az számít, hogy szeressen bábozni. Az számít, hogy szeressen és jól érezze magát a foglalkozásokon, igen. Sikeres szereplést kívánok. Köszönjük szépen. Benkő Zsigmondné igazgatóhelyettes katonatisztnő az előbb elmondta a bábosokról mindazt, amit tudni kell. Kozma Károly igazgató úr egy papírt szorongat a kezében, jó hírrel. Miről szól a hír? Igen, ez a hír arról szól, hogy 2006 márciusában megkeresett Barát László elnök vezérigazgató, a Kárpát-Hús RT igazgatója azzal, hogy szeretné támogatni az iskolát. És pedig olyan formában, hogy 17 díjat osztanak ki az iskola 17 legjobb tanulójának. Elsősorban
tantárgyi eredmények alapján kihirdetett legjobb gyerekeknek ítélni oda, azon kívül egy alsó tagozatosnak és egy roma gyereknek ítéli oda ezt a díjat. A díj összege 20 000 forint, amelyet évvégén adna át a gyerekeknek egy emlékplakett kíséretében. Ezt a versenyt meghirdettük 2006. március 14-én, nagyon nagy sikere volt a gyerekek körében a meghirdetésnek, feltételhez kötöttük a pályázatok megírását. Nézzük a választékot. Hány gyerek jár az iskolában? Jelenleg az Aranyosapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 307 tanuló tanul, első osztálytól 8. osztályig. A nyerési lehetőség, mert ez valahol egy nyeremény, elsősnek bárkinek adatot, vagy csak a felsősök? A tantestület közös döntése alapján, mert amikor erre sor került a pályázat előtt, a tantestületek közösen megállapodtunk abban, hogy 5. osztálytól 8. osztályig ítéljük oda ezt a díjat. Több fordulós lenne ez a pályázat. Az első lépés egy pályázat beadása, amelyben a gyerekek leírnák, hogy miért azt a tantárgyat választották, és milyen jövőképük lenne a településen, és mit tudtak kutakodni a Kárpát-hús mint üzemről. A jövőkép az össze kell függni, tehát hogy egy biológus jelentkezik, akkor ő, mint tudom én, ökológiai összefüggésekben vázolja a falut, tehát kapcsolódnia kell a választott tantárgynak és a pályaképnek? Akár ilyen témában is így van, akár ökológiai, környezetvédelemmel, történelemmel, matematikával, informatikával, tehát azok a tantárgyak, amelyeket a gyerekek nap mint nap tanulnak, és nap mint nap hallanak ezekről, és újabb ismereteket tanulnak meg. Ezekhez kötődően kellett a pályázatot elkészíteni. A második forduló áprilisban lesz, amikor egy tesztet fognak írni pontozásos alapon, a harmadik pedig egy önálló munka, akár az interneten szerzett ismeretek birtokában egy kis dolgozatot kell beadni. A három forduló alapján dönti el a tantestület bizottsága, hogy kik azok a legjobban megérdemelt tanulók, akik ezt a díjat évvégén a ballagás előtt átvehetik. Hogy itt az aulában körbenézzünk, éppen mögötted itt olajfestés, batikolt készítmények, különböző, már a húsvéti nyuszi tojásait is látom, meg egyéb kézművészeti alkotások. Valaki például ilyen formában is megfogalmazhatja pályázatát? Természetesen a művészeti ágak is szerepelnek a tantárgyak között, úgy mint képzőművészet, tánc, dráma és egyéb ilyen jellegű szaktárgyak. A 20 000 forint az a tervek szerint az parás pénz, vásárlási utalvány, üdülésre vagy bármire használható? Az elnök vezérigazgatót úgy beszéltük meg, hogy politikba téve minden gyerek 20 000 forintot kap, amit arra használ fel, amire szeretné, amire éppen szüksége van, így van. És ezt egy plakett és egy oklevél kísérletében fogja átadni a ballagás. A plakett az valahol a meghirdetőt hirdeti valahol? Természetesen a meghirdető. Sőt, kért bennünket arra, hogy próbáljunk közösen ezt a plakettet addig el, a terveit elkészíteni. Tehát akár a te képzőművész növendékeid. Akár ők is, ötletei is szerepelhetnek az elkészítendő plaketten. Úgy tűnik, hogy ez most egy eseti 2006-os elképzelés, vagy ennek lesz folytatása? Nem, úgy tűnik, hogy ez az elképzelés a továbbiakban is gyümölcsöző lesz. Ígéretet kaptunk erre, hogy ezt a továbbiakban is folytatni kívánja a Kárpát-hús. Abba ők beleszólnak, hogy ki kapja a díjat, vagy az teljesen a tantestületre bízzák? Nem úgy állapodtunk meg, egyértelműen. Ők azt mondták, hogy ők teljesen megbíznak a bíráló bizottságba, tehát a tantestület döntésében. Ők egyértelműen elfogadják ezt a döntést, és a bizottság által a legjobbnak ítélt gyerekeknek fogják átadni a díjat, vagy fogja az elnök vezérigazgatóra átadni. Nagy naívan, hogyha a Kozma Károly igazgatórat felkeresnék, mások, akik hasonló alapítványi vagy egyéb céllal meghirdetnének különböző versengést, hogy fogadná az iskola? Hát természetesen, ha az iskola tanulóinak ebből egyrészt a tudásanyagukat bővítik, hiszen ezek a gyerekek ezzel egy pluszt tesznek az asztalra a saját érdekükben, másrészt ez egyfajta elismeréssel jár, természetesen nagyon szívesen fogadnám. Utaltál arra, hogy számítógépes lehetőség is van, ez azt jelenti, hogy teljes felszereléssel működik az iskola, hogyha az internet meg egyéb szóba kerül? Igen, tulajdonképpen teljesen felszerelt számítógépes tantermünk van, 16 számítógépet használunk, internetes hozzáférése együtt, tehát a gyerekeknek lehetőségük van akár délutánonként interneten kutakodni, érdeklődni, ismereteket szerezni. Közeleg a húsvét, hogy alakul a szünet?
úgy tervezünk, hogy eddig még nem adtunk szünetet, valószínűleg tartom a tantestülettel jövő héten ez egy közös munkaértekezet, amelyen megbeszéljük, hogy esetleg egy-két nappal meghosszabbítjuk a tavaszi szünetet. Tehát a napok, amik rendelkezésre állnak. A rendelkezésre álló 5 napból elképzelhető, hogy 1-2 nappal meghosszabbítjuk a tavaszi szünetet. Aranyos Apátiban egyébként magának a locsolódásnak, meg a húsvétolásnak van valami hagyománya? Vannak hagyományai, mai napig is készülnek a lányok a tojásfestésre, a fiúk pedig húsvét másnapján meglocsolják a lányokat. Iskolai szintű ünnepség ilyen? Iskolai ünnepség szinten nincs. Húsvéti előkészületet szoktunk, a képzőművészeti csoportunk tojásfestést szokott meghirdetni, amelyre az érdeklődőket szeretettel várjuk húsvét előtti héten. Húsvétól már csak egy ugrás a tanév vége, nyári szünetekben éppen itt ezen a helyen is különböző művészeti tábor, kirándulásokat szoktatok szervezni, lesz-e Aranyos Apát iskolásainak 2006 nyarán ilyen? Igen, 2006 tavaszán, évvége előtt, vagy pedig nyarán iskolai kirándulásokat tervezünk. Nagy álmunk, vágyunk, hogyha majd úgy alakul a dolog, de ezt szeretne az egész iskola ópusztaszerre elmenni. Ezen dolgozunk, ezt szeretnénk megvalósítani. Az iskola tanulói ezt meg tudják nézni. Nagyon szép vidék, ahol ti éltek, olyan, hogy erdei iskola. Igen, erdei iskola, tulajdonképpen ezt nem is mondtam még, januárban erdei iskolába vett részt 40 gyerekünk, a Dunakanyarban pályázat útján nyertünk pénzt, 40 gyerek, 44 nevelővel egy hétig erdei iskolában tanultak a gyerekeink pályázat útján. Anélkül dicsekednénk, ez végül is azt jelenti, hogy minden költséget sikerült pályázati pénzből? Tulajdonképpen a költség nagy részét, az úti költség került a szülőknek csak pénzbe, a többit megoldottuk a pályázati pénzből. Milyen volt az igény a gyerekek részéről? Válogatni kellett, vagy rá kellett beszélni? Nem, nagyon nagy volt az igény, és úgy gondolom a visszajelzések alapján nagyon jól érezték magukat ebben az erdei iskolában a gyerekek. Lesz folytatása? Hát bízunk benne, hogy lesz. További pályázatok útján remélünk, ebben bízunk. Én amikor Varga Péter polgármester úrnak elküldtem az ajánlásunkat, én azt kértem, hogy ha a Falvak Kultúrájáért Alapítványnak vannak most itt kárpátaljai vagy egyéb művészei, akkor ugyan menjünk már el, úgy tudom, hogy most éppen nincsenek? Igen, éppen nincsenek, viszont jövő héten 2006. április 4-én és 5-én egy nagyszabású rendezvény részesei, aktív részesei vagyunk, a településünk is, az iskola is, tekintette Nyíregyházának Rudi Vigadóban, Tiszántúli találkozás a hazaszeretete nevelés jegyében 2 napos konferencia, sportprogram, kulturális programokkal egybekötött rendezvénysorozat lesz, amelyet a Magyar Honvédség közreműködésével és együttműködésével tartunk meg. Ennek az iskola is részese, egyrészt mint a sportversenyben vesznek részt, honvédelmi versenyben a gyerekek, másrészt a kulturális műsorban, és egy előadást tartunk a hazaszeretete nevelés az általános iskolában címmel. Egy előadás az ott jelenlévőknek. Hát végül is a gyerek az a különböző versengésekkel vesz részt. Különböző versengéseken vesz részt, a településünk pedig a nyugdíjasok klubja műsorra készül erre a kultúrára. Bemutatkozik Aranyos Apáti ezeken a területeken és ezeken vonatkozásában. Péterné Deákinon a kolléganő Ári Ferenc szemben, én amikor szóltam Kozma Károly igazgató úrnak, hogy eljönnénk hozzátok, akkor azt mondta, hogy no de csinyán, mert itt valami felmérés volt ma. Igen, egy próbafelmérés volt az iskolánkban. A Sulinova KHT az iskolánkat kiválasztotta. A 4. és a 8. évfolyamos tanulóink vizsgáztak, matematikával és természetismeretből. A kolléganő matematika, fizika, számítástechnika szakos, és Kegyed a rendszergazda is. Igen. Tessen már dicsérni ezt a számítógépes rendszert, ami itt van. Milyen? Hát ez fantasztikusan jó. Nagyon sok gépünk van, internet hozzáférésünk van, amit az kartársaim is és én magam is kihasználunk a gyerekek oktatásában. És a pedagógus kollégák már csak úgy mellesleg tettek vizsgát is? Persze, 17 kollégánk ECDS tart vizsgát tett, amely az iskola hozzájárulásával, anyagi hozzájárulásával történt, és mindenki sikeresen levizsgázott. És akkor ez jelentse azt, most még majd utána beszélünk mindenről a versengésről, hogy a kolléganő kollégák a saját tantárgyi órájukon is használják a számítástechnikát, a lehetőséget? Igen, általában magyarból tudok róla, hogy információkat gyűjtenek, természettudományból is információgyűjtésre használjuk,
kihasználjuk az internet adta lehetőségeket. Még szoftvert nem igazán használunk az órák tanításában, mert az nem olyan sok van még az iskolában, de az internet hozzáférés információgyűjtés sokan használjuk. Vissza a mai felmérésre. Nem helyi pedagógus végezte felmérést? Nem helyi pedagógus, egy kijelölt pedagógus, illetve felmérő elnök volt itt, aki elvégezte ezt a felmérést, és az iskolánkban szintén volt egy összekötő, aki fenntartotta vele a kapcsolatot, és pedagógusok kérdőívet töltöttünk ki, ezzel segítettük az ő munkáját. Mint aki láthatta, hogy mi történik, meg beszélgetett ezzel, azzal, amazzal, gyakorlatilag mit mérhettek most itt a gyerekeknél? Itt kimondottan a tantárgyat hogyan tudják az életben felhasználni gyakorlati kérdésekre. Ez a természettudományi része. Kimondottan gyakorlati kísérleti kérdésekre kellett pompás és nagyon frappáns megoldásokat adni. A matematikában pedig a készségek, jártasságok volt a felmérésnek az alapanyaga. Mit tetszett a gyerekekkel való beszélgetés, meg amikor kijöttek már, meg esetleg a felmérők vélekedés alapján hallani, nem szégyenkezett Aranyos Apáti? Én szerintem nem szégyenkezhettünk. A gyerekek nem tudhatták, hogy milyen, még az sem, hogy milyen jellegűek ezek a feladatok. Én szerintem helytálltak. Azt mondták, hogy voltan, amit megcsináltak, voltan, amiben nem, viszont volt a kérdőiben olyan kérdés, mi felénk is, meg a gyerekek felé is, hogyha a tantervben nem volt benne, akkor az nem volt nekünk hátrány, ha mi bejelöltük, hogy nem tantervi anyag, vagy épp ez az osztály nem évfolyam nem tanítottuk, akkor nem is lesz ez hátrány, hogyha nem tudták. Mit mondtak a felmérők, hogy hol fogják ezt és milyen szempontból hasznosítani? Mi lett ennek a következménye? Ez egy nemzetközi felmérés. A nemzetközi felmérésben a negyedik és az évfolyam, negyedikes és a nyolcadikos évfolyam tanulóit vizsgálták, nem csak Magyarországon, hanem más országokban is. És szerintem ez egy olyan reprezentatív felmérés lesz, amelyben olyan következtetéseket vonnak le, hogy ha valami téren kiemelkedőek vagyunk, akkor azt továbbra is ugyanígy kell ezt oktatnunk. Ha pedig talán hiányosságunk lenne, akkor azok, akik a pedagógiával és az oktatással foglalkoznak, azok megpróbálják majd a tanterveket úgy, illetve az elfogadott tantervet úgy tovább fejleszteni, hogy ezeket a hátrányosságokat majd ki tudjuk küszöbölni. Hogy tudja a kolléganő, máshol is voltak itt Felső-Szabolcsban vagy a megyében, és egyáltalán hogy választották Aranyos Apátit? Biztos, hogy voltak máshol is, azt nem tudom, hogy hol, azt mivel a számítógépes rendszer volt az, amelyik Aranyos Apátit kiválasztotta, tehát szerintem objektíven választotta ki bennünket, nem ismeretfüggően, vagy tehát objektíven választotta ki bennünket. Az, hogy melyik helyeken volt még felmérés, ezt nem tudom. Ők szabták meg, hogy hanyadik osztály, és minden gyereknek ott kellett lenni? Igen, ők szabták meg, le kellett adni még januárban a névsor, tehát kijelölték az iskolánkat, tájékoztatták az iskola igazgatóját, és az ott tanító pedagógusoknak a névsort el kellett küldeni, és voltak olyan gyerekek, amelyeket a számítógép úgy döntött, hogy kimaradnak a felmérésből, de nagy átlagban szinte minden gyerekünk megírta. És végül is az iskola osztály létszáma nem szabott határ, tehát van annyi gép, amennyi gyerek, tehát emiatt gyerek nem maradt le. Letörül, nem jó kérdezek? A számítógépes az még bent a Suli Novánál, Budapesten történt, itt viszont tesztet írtak, tehát feladatlapon történt. Kézzel, nem számítógép? Nem, kézzel történt ez a felmérés, és a felmérés során használhattak a gyerekek számológépet, segédeszközt, vonalzót, és tollal kellett kitölteni ők az egész tesztet. Tehát akkor a reprezentáció az nem azt jelenti, hogy én kiválasztom a reprezentatív gyerekeket Aranyos Apátiból, és majd ők versenyeznek. Nem, nem azt jelenti, hanem általában, még egyszer mondom, nagy általánosságban szinte mindenki megírta ezt a felmérést. A számítógép egyéb dolgokat gondolom én nem tudom eldönteni, hogy mi alapján két-három tanulót úgy kért, hogy ne írjon felmérést, de azért a nagy átlag megírta itt az iskolánkban. Nem tudok előre gratulálni, de remélem, hogy minden úgy lesz, hogy Aranyos Apátival majd dicsekedhetünk. Hát mi is reméljük, a kollégák is, meg hát szerintem a gyerekek is nagyon örülnének neki. Hát még először jó étvágyat kívánok Tóth Istváni kartársnőnknek, már megtetszett enni az ebédet? Igen, megettem, köszönöm szépen. Belenéztem a tányérba, hát a húsból is maradt, meg a körítésből is, de a gyerekeknél is.
Bőséges az arab. Bőséges, igen, és a másik, hogy a húst annyira nem nagyon szeretik a gyerekek, igen. Sajnos, tehát noszogatni kell őket, hogy a húst megegyék. És a főzeléket például? Azt szeretik, tehát inkább a tésztafélék, ami nagyon kedvencük, a krémlevesek azt nagyon szeretik, tehát azt minden mennyiségben, illetve a tejbegríz. Az... Én is így vagyok. Mennyire lehet beleszólni azért? Meg szokták kérdezni? Meg együtt állítják össze az óvodavezetővel, meg az iskolaigazgató helyettessel a heti menüt, igen. A élelmezésvezető, és együtt dolgozzák ki az ételeket, hogy mit kérnek a gyerekek. De bőséges, nagyon sokszor kapnak gyümölcsöt a gyerekek az ebéd mellé, vagy uzsonnára. Akiket most itt látunk, ők kis csoport, nagy csoport, mindenki? Vegyes életkorú csoportban vannak a gyerekeink, tehát mind a három csoportban kis-középső nagy csoportos gyerekek járnak. Van egy hátsó csoportunk, ahová csak kimondottan a kis-középsősök a koruk miatt. És ha mindenki van, akkor mennyien vagyunk? Akkor 92 gyerekünk van összesen. Megpróbálom összeszedni a korábbi tapasztalatok alapján, nem nagyon csökken. Nem, egyelőre még nálunk ez nem mutatkozik a csökkenés, sőt, még mindig csak a növekedés. Reméljük így is marad, vannak szép száma, hál' Istennek. Ami a díjat illeti, fizet a gyerekérkezési díjat? Akik a gyermekvédelmi támogatásba részesültek, vagy a nagycsaládosok, ezek nem fizetnek étkezési díjat, azok a gyerekek. Azok a gyerekek fizetnek, ahol a szülők dolgoznak, és van egy meghatározott jövedelmük, azoknál fizetni kell. Ahogy jöttünk, most már itt álltak, felnőttek a óvoda bejáratánál, egy csomó gyereket hazavisznek? Hát nem csomót, hanem sajnos az óvoda befogadó képessége is ugye záros, és két csoportban van, de a délutáni alvás, ami azt jelenti, hogy ilyenkor a gyerekek, akik a másik csoportba járnak, azokból, meg ezekből a gyerekekből is, ebéd után visznek haza. Tehát nem mindenkit tudunk felvenni úgy, hogy egész napos ellátásra, az ebéd után hazamennek némelyik gyerek, mert nincs annyi férőhelye, hogy mindenkit lefektessünk. De 10 órait azt kapnak? Minden, 10 órait ebédet megkapják a gyerekek, és ebéd után viszik el. Tehát tulajdonképpen csak az alvás időről viszik őket haza. Ez körülbelül egy olyan 20 gyerek összességében. Most úgy, mint aki volt óvodás, meg akinek a gyereke is óvodások, meg a lányom is óvodapedagógus, tudom, hogy a gyerek általában nem szeret ott aludni. Most az, hogy akit hazavisznek, ez azok, akik eleve nem szeretnének, vagy akit nem tetszettek tudni úgy felvenni? Akit nem tudunk felvenni, mert tulajdonképpen ezt a bizottság dönti el, van egy ilyen felvételi bizottságunk, és aki, tehát az utolsó évben már visszamaradt óvodásként, általában azok a gyerekek kerülnek ki, akik már ugye 3 évet jártak, még a fejlődésükben nem mehetnek iskolába, tehát nem érték el azt a szintet, akkor helyettük már a délutáni alvásra új gyereket veszünk fel, és ők általában ebből kimaradnak, illetve ahol a szülő kéri, hogy ő kimondottan nem szeretné, hogy délután aludjon a gyerek. De végül is olyan tartalmi foglalkozásról, ami például az iskolába menéshez szükséges, senki nem marad le. Senki, tehát azt mindenképpen a délelőtt folyamán megkapják a gyerekek, és ők tehát ebben részesülnek, és ebédben elnek is, és ebéd utáni. Tulajdonképpen csak az alvás, amiről marad a gyerek. Vagy tavaly előtt voltunk itt, amikor már a kakaó biztos számítógép megvolt. Működik? Igen. Működik, igen, nagyon szeretik a gyerekek, csak hát kevés. Egy számítógépünk van, 90 gyerekre nagyon kevés. Napi szinten mennek a gyerekek, 2-3 gyerek egyszerre, hogy azért minél többen hozzájussanak. Nagyon jó kis fejlesztő programok vannak rajta, mi csak dicsérni tudjuk ilyen téren, mert nagyon jó ötlet, csak kevés. Tehát ennyi gyereknek ez most, nagyon ha nem kevés. Keverem össze, én úgy emlékszem, hogy Kozma Károly kollégám tantestületéből járt valaki számítástechnikát, tehát pedagógus, már általános iskolai pedagógus, nem? Nem, már 2 éve van felvéve hozzánk egy kisegítő pedagógus, akinek informatikus szakja és számítástechnikai végzettsége is megvan, tehát ő az, aki ezt a... És ő főhivatásban itt van az óvodában. Igen, főhivatásban itt van. És végül egész nap foglalkozik a számítógép révén a gyerekekkel. Igen, ez úgy működik, hogy 10 órai után a gyerekekből, attól függ, még csoportot indítja el a héten, 3-4-et kivisz, bent van velük körülbelül 20-25 percig, és akkor a 25 perc után cseréli újabb 3 gyerekkel. Tehát, hogy minél több gyerek részesülhessen ebből a foglalkozásból, de kimondottan nagyon szeretik a gyerekek. Tehát verseny folyik érte, hogy mikor mehetek már. Mi Veráikkal találkoztunk kint is egyszer a szabadban, amikor örvendeztünk annak, hogy milyen szép szabadtéri játékai, gyarapodtunk valamivel? Hát egy köteles mászóval, igen. Ami új.
sajnos ugye pályázatokat nem írnak ki, vagy ha kiírnak... Ebből nem lehet nyerni, ha nem igen, írják ki. Igen, vagy ha kiírják, akkor azokat részesítik előnybe természetes módon, akik már nem. Hát próbálunk támogatókat szerezni, próbálunk pályázatokat írni. Most közlekedésbiztonsági pályázaton nyertünk 50 ezer forintot, amit szintén közlekedési játékra költhettünk. Tehát igyekszünk minden lehetőséget kihasználni, ami adott, meg ami lehetőségünk van rá. A gyerek is kihasznál minden lehetőséget az anyongásra. Ilyenkor ez azt jelenti, hogy mikor befejezték, akkor már mennének el? Igen, ilyenkor, mikor befejezzük az ebédet, kimegyünk a mosdóba, még a gyerekek megmosakodnak, WC-t használnak, kezet mosnak, és akik 6 órában vannak, azokat ugye ilyenkor már készítjük haza, viszi el a szülő, a többiek pedig készülnek a lefekvéshez. A lefekvéshez mindenki hoz magának megfelelő alvó alkalmatosságot, hogy ezt az önkormányzat biztosítja? Nem, a gyerekek hozzák a párnát, a takarót, az ágyakat természetesen az itt van, de a párnát, takarót is ezt 2 heti váltással hazaviszik, kimossák, és úgy hozzák vissza, tehát ez már én megszokom. És ami a szalvétát, szappant, törölközőt illeti? Az van, tehát azt kapjuk az önkormányzat. És a foglalkozásokhoz a papírt, a rajzeszközt? Azt, amivel művészeti iskola vagyunk, tehát azt az iskolától kapjuk minden hónapban, tehát ellátmányként tulajdonképpen ugye a rajzeszközöket, vagy akár a rajzlapot, színes papírt, gyurmát, ilyesmit, ezt mindet, tehát nekünk az iskola biztosítja. Olyan elképzelés, hogy megyünk kirándulni majd a gyerekekkel valahová? Igen, szeretnénk. Minden évben sikerült, még azt is pályázaton nyertük, elvinni őket, akár a repülőtérre voltunk, a nyíregyházi repülőtérre, Vadasparkba, aztán a Sárospatakra, a hegyekbe jutottunk el, Tokajba, a Várba. Ez mind pályázaton nyertük, illetve volt, amikor a szülők is betársultak. Nagyon szeretik a gyerekek, sőt, igénylik a szülők is, csak ez mind anyagi lehetőségtől függ. Tavaly pontosan azért nem jutottunk el, mert tavaly nem volt olyan pályázati kiírás, amivel ezt biztosítani tudtuk, és a buszköltség meg már olyan drága, hogy tehát nem tudtuk megfelelően. Mi az iskolában láttunk bábos csapatot, ez a paravánszerűség, ez jól látom, én paraván vagy, az egy raktár? Ez? Igen. Nem, ez a fektetőket takarja el tulajdonképpen, ez, mert ugye elég sok ágyunk van, ami felhalmozódik, és ezt valahogy szerettük volna eltüntetni, hogy esztétikusabb legyen, és valahol visszaszedni a gyerekeknek a kulturális szokását, ugye a nád szövés, a nád használatát, a gyékén kosarakat, tehát amit lehetőségünk adódik. De ötletes, mert... és végül is azt hinné az ember, hogy hű, micsoda helyek vannak itt még, ott gyakorol bábozhat, és bábozás van? Van, igen, azt is nagyon szeretik, sőt, bábversenyre is szoktunk menni a gyerekekkel. Mint óvodások? Igen, igen, és nagyon szép eredményekkel, korukat meghazudtoló módon tudnak bábozni. Általában, tehát itt látható igen, is, hogy lopótök bábot használunk a gyerekekkel, ami ugye a kezüknek könnyebb mozgatni, és tavaly is nagyon szép helyezést értünk el, tavaly előtt is. És mindig a nagy csoportos gyerekekkel megyünk, 8-10 gyerekkel, aki a szép kiejtéssel tudja elmondani a mesét, és nagyon ügyesek. Ugyanakkor színjátszó... Óvodás színjátszó? Igen, óvodás színjátszó körön vettünk részt a másik csoporttal, akik szintén nagyon szépen az aranyszörű bárányt adták elő, és nagyon tehetségesen, úgyhogy nagyon ügyesen. Most meg ugye majd lassan készülünk a húsvétre. Ezt akartam éppen keresgélni, a húsvéti tojást. Azt még nem, mert ugye még az ünnepkör távolabb van, általában 1 hét vagy 8 nap múlva szoktunk rákészülni, és 8 nappal előtte, és az még a jövő hétnek a témája. A kolléganőm a környezetismeretes, és ő szokta ezt velük. De itt mondjuk meglocsolgatják a fiúk, az orrásfiúk, az orrás lányokat, meg az óvónénit. Igen, locsolóverset tanulnak, igen, és szokott lenni egy közös locsolás, sőt, meg általában, mert ugye már itt a faluban is kezd elmaradni ez a húsvéti népszokás, sajnos, és általában úgy szokták, hogy hozzák a kisfiúk a kölnit, és akkor végiglocsolják a kislányokat, óvónéniket, és van olyan nap alatt? Van még olyan húsvéti versecske, amit én nem tudnék például? Van valami könyv, valami kiadvány? Igen, nekünk. Tehát van egy szakkönyvtárunk, ahol olyan versek találhatóak, ami mai gyűjtemények, mai kor gyűjteménye, van a régi kor gyűjteménye, illetve az internetről is nagyon sok olyan érdekes dolgot le lehet szedni, amit használunk, és ezt mindig változtatjuk, hogy nem minden évben ugyanazt a verseket tanulják, meg a gyerekek is hoznak be otthoni verseket. Közben Kozma Károly igazgató is bejött, csak most azért jött be, hogy itt legyen, tartja a kapcsolatot, bejött.
járnak a pedagógusok az óvodában. Igen, tehát igazgató napi szinten itt van, tehát ő minden nap... Nem azért, hogy bosszantsa az óvonőket? Nem, tehát ő minden nap érdeklődik arról, hogy mi újság az óvodában, a gyerekek egészségi állapotáról, nincs-e valamire szükségünk, vagy egyáltalán. A pedagógusokkal is tartjuk a kapcsolatot, ugye a tanítónőkkel is, mert ugye napi szinten kell nekünk a gyerekekkel foglalkozni. Eleve az is van, hogy bemegyünk az első osztályba, a mostani évvégén mindig, ez minden évben úgy történik, hogy amikor már túl vagyunk az iskolai érettségi vizsgálatokon, akkor el szoktunk menni az első osztályba, egy napot megbeszélünk a tanítónénikkel, amikor meglátogatjuk őket, és egy közös délelőttöt töltünk el tanulással, játékos tanulással, amit nagyon élveznek a gyerekek, hiszen egy kicsit iskolásokká válnak, de innen még azon kívül a gyerekeink zenei előkészítőre járnak, amit az iskolában vannak, szolfés előkészítőre, és tehát azt is nagyon szeretik, mert olyankor egy kicsit iskolássá válnak, mikor... Most Dajka nénék még osztogatnak a ételből, ez rendszeres, nem azért, mert mi most itt vagyunk, hanem hogyha kér a gyerek... Kér a gyerek, bármikor kaphat, igen, tehát bőséges adagot kapnak mindig a gyerekek, és hogyha kérnek még, akkor mindig kapnak belőle. Ha mindenki megfelel a követelményeknek, hány elsőse lesz Kozma Károly igazgató kollégámnak szeptembertől? Azt hiszem, hogy 42. 42? Ugye jól mondom a számot? 42. 42, szép, igen. Igen. Hál' Istennek vagyunk, szép számmal, és még úgy néz ki, hogy leszünk is. Én ehhez sok sikert kívánok meg a munkához is, és hát kellemes húsvétot. Köszönjük szépen, mi pedig sok-sok hímes tojást.